Szerint borral kínálnak íme, nem szexárt régi lángbora. Ennek világosabb a színe és szelídebb a ábora. Mégsem altató butító, nem durva, főleg nem hamis. Vélném baráti körben itt jó, olykor napi olcsó bor is. De mégsem altató butító, nem durva, főleg nem hamis. Vélném baráti körben itt jó, olykor napi olcsó bor is. Már ha aztán bor-bor legyen bor, hegyi bor az ne szilvali, még a vízből is hely csak az jó, mely hegyekből zúg elé. A lapályra béka menjen, higgya meg a bűzös tavát, egyre hát fel a szexárdi, onnan hozza tűzborát. A lapályra béka menjen, higgya meg a bűzös tavát, egyre hát fel a szexárdi, onnan hozza tűzborát. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Vajon ki tudja megmondani, hogy hát most már itt könnyű lesz a kérdés. Melyik két borvidéken van Bikabél? Ugye az Eger, a hölgy, mindenki tudja, mások pedig a szexár. Na most! Itt a hölgy. A szimpatikus szemüveges hölgynek jár egy ajándék ezért a jó válaszért. Állandó odaadó emberünk odaadja a Vivat Bacchus hűtőmágnest. Köszönjük szépen! Egy 80 forintos hűtőmágnes ekkora tapsot még az életben nem kapott. De szóljon inkább a hölgynek. Kedves Szabolcs, hozzá tejet, 2 litert. Hát addig én elmondom, amíg Szabolcs visszaér, hogy volt egy könnyelmű ígérete Péternek Egerbe, amikor is ugyanígy felhívta őket, hogy mi szeretnénk oda menni énekelni, és majd mi írunk egy egri dalt. Na most a szexárdiról... Nem mondja senkinek, hogy... Van.